Ez a Pápa Városi Televízió híradója ma március 24-e péntek van. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Beköltöztek az első várlakók a várkerti nagy játszóvárba. A történet akár mókás is lehetne, de egyáltalán nem az, sőt inkább felháborító. A játszóeszközön éjszakázó személyek ugyanis szabálysértést követtek el. Az ügyben az önkormányzat és a rendőrség is intézkedett, az illegális várlakókat beazonosították, ellenük eljárást indítanak, a játszótereket üzemeltető Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. pedig megtisztította a játszóeszközt. A közösségi médiában jelentek meg tegnap ezek a felvételek, melyek szerint valaki beköltözött a Várkerti Nagy az egyik közösségi oldalon találkoztunk azzal a hírrel, és aztán egy személyes megkeresés is ezt megerősítette, hogy a játszótéren egy szülő, miután a gyerekét ide kihozta, azt tapasztalta, hogy ágy nem található, és mindenfajta olyan eszköz, ami mintha húzamosabb tartózkodást jelzett volna az itteni játékvárban. A furcsa és jogszerűtlen beköltözőket a közterületi térfigyelő kamera is rögzítette. A polgármesteri hivatalnak egy szervezeti egysége a közterületfelügyelet. Ők azok, akik a városban működő kamera rendszert kezelik, illetve jogosultak azt figyelni. A kamera rendszernek a felvételeit nézték meg elsősorban. Ebből meg lehetett állapítani, hogy mikor történt az ide való beköltözés, és hány ember érintett ebben. Az egyik munkatársunk tegnap esti órákban kijött ide a várkertbe, és megfigyelte, hogy milyen események várhatóak, és azt tapasztalta, hogy megjelent három ember, aki kerékpárral egyébként már kiköltözött volna a játéktérről. A, a közterületfelügyelő megfigyelte, merre távoznak az éjszakai lakók, és értesítette a rendőrséget. A kapott jelzést követően kollégáim pár perc elteltével érkezkedtek ki a helyszínre, és nem messze innen a játszótértől tudták igazoltatni a három szemét egyébként, akiről szó van. nekik az adataikat megállapítottuk, és ezt a későbbi eljárás során fogjuk majd felhasználni kiváló az együttműködés egyébként a köztelet felügyelettel, illetve a kamera figyelőkkel. Ebben az esetben is rendelkezésünkre állnak egészen pontos felvételek, amin a, a személyazonosságuk jól kivertő a személyeknek. A három személy, két férfi és egy nő a kamerafelvételek tanúsága szerint egy éjszakát töltött a várban. Mindenképpen egy és eljárás fogja ezt követni, ezt a tettet. A polgármesteri hivatal és a rendőrség együtt lép fel a várfoglalókkal szemben, erősítette meg Rádi Róbert is. Közösen egy szabálysértési eljárás indul meg ebből a cselekményből következően. A játszótéri nagyvárat a Pápai Város Fejlesztő Társaság Kft. munkatársai azóta kitakarították, játékra alkalmassá tették. Több a reggeli órákban jöttek ki a köztisztasági kollégák ide a játszótérre, szennyeződéseket találtak, eznek az eltakarítása, eltávolítása, tisztítása megtörtént, szerencsére egyéb, tehát mechanikai sérülés nem tapasztaltunk. Mészáros Csaba hangsúlyozta, a várkerti játszótér biztonságosan használható. Szombat éjfélig fizethetik be a pápaiak pótlékmentesen a város önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójának első fél éves díját. A hagyományos március 16-ai határidőt a polgármesteri hivatal hosszabbította meg március 25-éig, miután egy központi informatikai hiba miatt késve kezdődhetett meg a csekkek kézbesítése. Kommunális adófizetési kötelezettség közel 12 ezer adózót érint városunkban. Ők postán kapták meg a határozatot és a befizetéshez szükséges csekket. Az adót azonban átutalással is megfizethetik a lakosok. Tóth István egykori petőfis diák ma már hivatásos katona tartott előadást az Alma Máterében az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról nem a száraz tényekre szorítkozott, hanem érdekes történeteket mesélt, és korabeli dokumentumokból egy minitárlatot is összeállított a Petőfi Gimnázium aulájában. Tóth István, jelenleg Szicíliában szolgáló hivatásos katona, nagyon szereti a történelmet, kedvenc tantárgya volt. És bár nem ilyen irányban tanult tovább, a tudás szomj és a kutató szenvedély megmaradt. Kiemelten foglalkozik az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal, valamint az azt követő időszakkal, amikor a magyarok külföldön is hősiesen harcoltak, s ma is emlékeznek rájuk. Mikor Szicíliából oda kerültem munkámból kifolyólag, belefutottam egy olyan helységnáblából, hogy tüköri. Először nem is tudtam, hogy mi az, hogy tükö, bocsánat, Luigi tüköri, tüköli lajos. De utána kiderült, hogy egy 48-49-es szabadságharcos volt, harcolt Olaszországba az olasz egyesítés kapcsán, az olasz forradalmi kapcsán, és Palermo városánál ő volt az a katonai vezető, akkor már őrnagyi rendfokozatba, akinek a rohamával az olasz katonákkal együtt bevették a várost, és így úgymond sikerült az egyik legnagyobb Sát megszerzi Szicíliának, amivel a végül az egész szigetet elfoglalták, és így tovább tudtak menni egészen, hogy elfoglalják egész Olaszországot. Az aulában elhelyezett tárlókban van például egy törös relikvia is. Tűr István részt vett az olasz egységesítési harcokban, olasz királyi altábornagy lett. A kitüntetéséhez kapcsolódó olasz nyelvű dokumentum is helyet kapott az anyagban. Sok más érdekességgel együtt például aláírt Kossuth Bankóval. Az előadó kuriózumnak számító könyveket is hozott magával. Könyvek közül található itt Teleki Sándor Ezredestől kötet, található itt 1868-as honvédalmom, ami a legelső volt, ami a, a témával foglalkozott valamint az iskolának átadásra került jó szándékom jelült is, mint volt pápai petőfisdiák diák, hálám pár olyan petőfi kötet is, ami a száz éves évfordulójára készül, valamint egy így és gyula a petőfi kötet, amit személyesen így és gyula dedikált. Ezek az érdekes ritkaságok a tanév végéig megtekinthetők a Petőfi Gimnázium aulájában. Sajtótájékoztatón ismertette Rácz Otto, a Gyermekjóléti Alapítvány elnöke, az alapítvány két új programját. A Művészetekről, Kereszténységről és Magyarságtudatról című projekt középpontjában hazafias nemzeti keresztény elköteleződésű programok állnak. A Nemzeti és Hazafias Közoktatás Politika Trianon után címmel országos pályázatot hirdetett 7-12. év diákoknak, továbbá lesznek előadások, műhelymunkák, valamint konferenciát is szerveznek. A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma csere kapcsolat keretében múlt héten két erdélyi diákot fogadott, ugyanakkor két pápai refis is eltöltött egy hetet Kolozsváron. A tizedikes fiatalok jó élményekkel tértek haza, nagyon kedvesen fogadták őket Kolozsváron. A pápai refisek a Kolozsvári Református Kollégiumban töltöttek egy hetet az iskola másként elnevezésű tematikus hétbe csöppentek be, mesélték, így tanórákon nem vettek részt, közösségi programokon viszont igen. Az első két napban, hétfőn és kedden, akkor ott a suliba szerveztek ilyen kis programokat nekünk, aztán szerdától már kirándulások voltunk, mentünk erre arra, ami így <coughs> szép hely volt. Ezeknek a cserekapcsolatoknak nagy ajándékai az új barátságok. Rengeteg új embert megismertünk, akikkel nagyon jóba lettünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ilyen kapcsolataink is legyenek akár határon túli diáktársainkkal. A két tizedikeserek is elmondta, hogy akár hosszabb időre is szívesen mennének Erdélybe tanulni. Igazából nekem nagyon tetszett ez az egész, nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és örülök, hogy részt vettem rajta. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog sikerülni, nagyon jól éreztem magam. A két diáklányt kirándulásokra is elkísérték, megnézték például várát, de voltak kalot a Szegen és Tordán is. Lehül az idő, és megjön az eső a hétvégére. Jöjjenek a részletek az időjárásról. A pápai MH47. bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint szombaton erősen felhős, borult idővel indul a reggel, majd gyengén felhős napos idő várható. Egy-egy gyenge futózápor délutánig kialakulhat. Napközben megélénkül a nyugati, észak-nyugati szél. A maximum hőmérséklet szombaton 15 és 17 fok között alakul, vasárnap hajnalra 4-6 fok várható. A hét utolsó napja napos idővel indul, majd később fátyol felhőzet vonul fel, délutántól pedig megvastagszik a réteg felhőzet. Délutántól kisebb eső-záporeső kialakulhat, éjszaka pedig már intenzívebb eső és záporeső is előfordulhat. Napközben mérsékelt lesz a déli szél. Délután 15-17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hétfőn hajnalra pedig 5-8 fokig hűl a levegő. Hétfőn az éjszakai csapadék átvonulását követően átmenetileg felszakadozik a felhőzet, majd a változóan felhős égből záporeső kialakulhat. Az északi szél megerősödik, és akár viharos 55-70 km per órás széllökések is lehetnek. Hétfőn délelőtt 8-10 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Pápa Városi Televízió híradója pénteken, köszönöm figyelmüket, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!